Bár a koronavírus járvány nem tette lehetővé, hogy az előzetes tervek szerinti módon ünnepelje Bátaszék városa avatásának negyedszázados évfordulóját, a város napja hivatalos ünnepségére ünnepi testületi ülés keretében mégiscsak sor került. Bozsonik Róbert polgármester ünnepi beszédében arról szólt többek között, ha visszagondolunk az elmúlt 25 évre, jelentős fejlődés jeleit láthatjuk, ám mindez csak tárgyakat, épületeket vagy utcákat jelent, ami akkor ér valamit, ha a benne élők egy közösség, mely mindent megtölt élettel. Minden nemzedék szeretne maradandót alkotni, nyomot hagyni maga után a világban. Olyan dolgokat tenni, amelyek akár a saját életét, vagy éppen a szűkebb, tágabb közösségének az életét jó irányban megváltoztatja, és amelyről joggal emlékeznek meg az utódok. Ezért is fejlődik a világ. De sok minden kell ahhoz, hogy ez teljesülhessen. Tudás, szorgalom, tenni akarás, egy jól megragadott pillanat, és még sorolhatnám a körülményeket. A mögöttünk álló 878 év is bizonyítja, hogy a Bátaszéken élő nemzedékeknek megvolt a tudása, a szorgalma, az akarata, hogy maradandót alkossanak, amelyet mi sem bizonyít jobban, mint hogy ma itt vagyunk és ünnepelhetünk. A 25 év nagyon sok mindent jelent számomra is. Az elmúlt 25 évből 20 közvetlenül Bátaszékhez köt. 20 éve vagyok gyakorlatilag ennek a településnek ilyen-olyan vezetője. Nagyon nagy köszönet és elismerés és hála, hogy részese lehettem ennek a folyamatnak. Nagyon nagy megtiszteltetés, de nagyon nagy munka is. Azt próbálom tenni az elkövetkező időszakban is, ami az elmúlt 20 évben motivált, és az elődök is ezt követték. Szeretnék minden bátaszéki polgármestereként úgy tevékenykedni, hogyha egyszer, ne adj Isten, 25-30 év múlva nekem is számot kell adnom közéleti tevékenységemről, akkor azt tudja mondani, hogy ez egy jó mulatság férfi munka volt. Az ünnepségen felszólalt Csüli János, a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye országgyűlési képviselője, aki arról beszélt, a paksi bővítés olyan lehetőségeket teremt a környezetben élők számára is, mely jó alapul szolgál a helyben való életkörülmények javítására, és ez kihat a fiatalok helyben tartására. Fontos, hogy itt a fiataloknak is olyan számtalan lehetőség lett az elmúlt évtizedekben biztos, hogy utoztad a tornaterem, sportolási lehetőség, de akár csak a táncegyüttes. Tehát, hogy ez is megint egy igazi olvasztó tégely, mert több nemzetiségű település, és ugye konfliktus nélkül együtt kell élni, hogy ebbe senki, polgármesterek is hangsúlyozták, ez a legfontosabb, hogy itt ezt megtartani. És hogy azt is mondtam, hogy mi, akik az erővet építjük, nem csak Paksba gondolkodunk, kezdettől azt mondtuk, hanem Tolna megyébe, régióba, és ebbe Bátaszék is belefér az, és emlékeztettem polgármester úrt is, majd jövök, az előadást is megtartjuk, hol tartunk Paks vonatkozásába, hogy haladunk, mik a lehetőségei majd a bátaszéki vállalkozóknak. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnökének véleménye szerint a megye városainak fejlődése kihat a megye egészének gazdagodására. 11 város van, és minden egyes városnak a városá alakulása igazából egy fontos évforduló. Örülünk, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedben jó néhány nagyközségnek sikerült várossá alakulni, és hát a legújabbakat látom én, van két városunk, aki csak 10 éve lett várossá, és nyomon követhetjük a fejlődését, és jó látni egy-egy ilyen várossá alakulás kapcsán azt, hogy az adott település városként milyen dinamikus fejlődésnek indul. És ilyen szempontból öröm látni, hogy Bátaszék is az elmúlt 25 évben nagyon sokat fejlődött, látjuk a kihívásokat is. Egy városnak természetesen mások az elvárásai is, egy várostól a lakói is mást várnak el fejlődés szempontjából, és a megyének az a feladata, hogy mindent megadjon és biztosítson annak érdekében, hogy ezek a városok tovább fejlődjenek. A szokásoknak megfelelően ez a nap nyújt lehetőséget arra, hogy a legfontosabb díjait átadja Bátaszék azoknak, akik kiemelkedőt nyújtottak a fejlődés érdekében.
Ennek megfelelően vette át a díszpolgári címet Bognár Jenő, aki 1983-ban tanácselnökként, vagy 1994-től 4 cikluson át polgármesterként vezette a várost és fejlesztette Bátaszéket. Árzpolitikája szerint a polgármester minden városlakó jobb életkörülményéért felelős, függetlenül attól, milyen nemzetséghez tartozik, vagy milyen politikai ideál mellett teszi le a voksot. Közel 28 év munkáját értékeli, és hát jó érzéssel veszem át. 69 éves voltam, amikor nyugdíjba mentem, és majd 28 évig voltam a városnak a vezetője. Úgyhogy akár egy könyvet lehetne írni az embernek a fájdalmairól, örömeivel, de minden esetre én azt gondolom, hogy most jó érzéssel veszem át. Az életemet jelenti. Nagyon röviden az életemet jelenti. Gondolj bele, 28 évig egy várost vezetni, és sokan nem tudják elképzelni, hogy ez a polgármesterség, vagy akár a tanácselnökség, ez tulajdonképpen mivel jár. Mindenki azt gondolja, hogy bemegy és parancsolgat. Nem. Én azt szoktam mondani, hogy ezt a munkát, ha ki elvállalja, az hétfőtől hétfőig tudja csinálni, és az én telefonom az mindig be volt kapcsolva. És én minden reggel 3-8-kor ott voltam a hivatalomban, mert csak így tudtam a munkatársaimtól is megkövetelni, hogy precíz, pontos munkát végezzenek. Szerencsére olyan munkatársakkal voltam körülvéve, hogy viszonylag könnyen lehetett ezt a munkát végezni. Én legszívesebben arra emlékszem, hogy a sors megadta nekem azt, hogy amikor elkezdtük a munkát, illetve amikor megválasztottak, akkor kezdődött a templomnak a rekonstrukciója. Hatalmas nagy munka volt, és nagyon-nagyon sokat kellett dolgozni, és milyen érdekes a sors, miközben befejeztük. Elment 28 év, és úgy fejeztem be a munkámat Püspök úrral együtt, aki tudomásom szerint szintén ki lesz tüntetve, hogy a templom tornyát rendbe kellett hozni. Nagyon nehéz hónapok, fél évek voltak mögöttünk, és hál' Istennek sikerült befejezni, és ez valami a sorsnak egy nagy csodája, hogy a templommal kezdtem, és a templommal fejeztük be. Bátaszékváros Próúrbe díjjal ismerte el azt a tevékenységet, melyet Udvardi György katolikus érsek, apostoli kormányzó tett a város templomának felújításáért. Dr. Udvardi György pécsi püspökké történő kinevezését követően elkötelezett feladatának tekintette a bátaszéki nagyboldogasszony plébánia templom tornyának felújítását. Elérülhetetlen érdemeinek köszönhető, hogy a torony 2013-ban elvégzett lebontását követően a toronysisak újjáépítése és a homokkődészek felújítása megtörtént, igen jelentős egyházi forrásból, állami támogatásból és adakozásból. A teljes felújítás 2014. októberére készült el. Az egyházmegye irányítása során nagy figyelmet fordított az egyházmegyei épületek felújítására, amelynek köszönhetően 2019-ben pályázati forrásból felújításra került a Molyhostölgy tövében álló Orbán kápolna is. Megtisztelő, amikor egy közösség úgy gondolja, hogy valakit szeretne a közösség által létrehozott díjjal kitüntetni, akkor saját maga életére is gondol, azokra a tevékenységekre, feladatokra, amelyek érintik mindennapjaikat, és így keresi azokat a személyeket, akik ebben valami módon segítik, vagy segítették a közösséget. És ez számomra egy közösségi élmény, és nyugodtan lehet mondani egy egyház élmény is, hiszen ebben a közösségben, városban a hitnek és a mindennapi életnek a kapcsolata elevenen tetten érhető,
és ezért is örömmel tölt el. Másrészt pedig a személyes megtiszteltetésen túl úgy gondolom, hogy egy közös élményben egy visszajelzés is a közösség felé. Bozsolyik Róbert polgármester azt mondta, a 25 év a fejlődés egy állomása, mely a fejlődési folyamat közepét jelenti. Nagyon sok minden történt az elmúlt 25 esztendőben, ami adott egy igen biztos alapot egy kisvárosi életformának a kialakításához. Viszont vannak még terveink, amiket meg kell valósítani, hiszen jó lenne egy új művelődési központot megépíteni Bátaszéken, vannak feladataink a közműveink tekintetében, és talán ami a legfontosabb, tovább kell építenünk Bátaszék közösségét, az, hogy ez továbbiakban is megbonthatatlan legyen, hiszen ebben van a jövő záloga. Próbáljunk, azon dolgozunk majd az elkövetkező időszakban is, hogy a fiataljainknak legyen értelme Bátaszékre visszajönni, amit tanulnak, azt itt Bátaszéken, Bátaszék környékén tudják kamatoztatni, mert ha ez így folyamatában tud működni, akkor még nagyon-nagyon sokáig köszönhetik majd az utánunk következő Bátaszék város születésnapját.